És akkor most nézzünk egy olyan Valentin napi sudokut, amelyben egy új módszernek az elővételére szükségünk lesz, mert az eddigi módszerekkel ezt már nem bírjuk megoldani. Ez a sudoku így néz ki, és akkor kezdjük is a megoldását. Kettes az első sorban egyedül ideírható már be. Ebben a négyzetben kettes már csak ideírható be. További ketteseket sajnos nem tudunk beírni. Menjünk a hármasokra. Ebben a négyzetben, itt ebben az első négyzetben már csak is ideírhatunk be hármast, meg persze a harmadik sorban is. Most már akkor innentől kezdve majd ebbe is ebben a mezőben nem írhatok hármast, tehát ebben a négyzetben már csak ide jöhet a hármas. Több hármast egyelőre nem bírok beírni, viszont megjegyzésként itt elmondhatunk, hogy ide és ide ezt a két szint eltüntethetjük, de sajnos még ebben a négyzetben még mindig marad ez a két mező itt, ahol beírhatjuk a hármast. Nézzük a négyeseket. Ebben a négyzetben négyes csak ideírható. Több négyest egyelőre nem írhatunk be. Nézzük az ötöseket. Ötöst nem írhatunk be sajnos. Hatosokat nézzük. Első sorban itt erre az egy helyre írhatjuk csak a hatos, ez tehát hatos lesz. Több hatost egyelőre nem írhatunk be, nézzük a heteseket. Ebben a négyzetben hetes csak ideírható. Több hetest nem tudunk beírni, menjünk tovább a nyolcasok felé. A második sorban nyolcast csak ebbe a mezőbe írhatunk. Ebben a négyzetben, vagy ebben az utolsó, hetedik oszlopban csak ideírhatok nyolcast. Akkor az innen ki fogja szedni a nyolcasnak a lehetőségét innen is, és akkor ebben a négyzetben nyolcast már csak ideírhatok innentől kezdve. Több nyolcast egyterül nem bírok elhelyezni. Nézzük a kilenceseket. Ebben a négyzetben itt csak ideírhatok 9-est. Ebben a négyzetben csak ideírhatok 9-est. Ebben a négyzetben pedig itt legalul csak ideírhatok 9-est. 9-est. Ebben a négyzetben pedig csak ideírhatok már 9-est. Több 9-est egyelőre nem tudunk beírni. Nézzük az egyeseket. A harmadik sorban 1-est csak ideírhatunk. Több 1-est sajnos nem bírunk beírni. Nézzük a 2-eseket. Azt nem bírunk beírni, annyit azonban megegyezhetünk, hogy ide és ide nem írhatunk kettes, tehát ebben a négyzetben már csak ide és ide írhatunk be ebbe a két mezőbe itt. Sajnos az még kevés, megyünk a hármasokra. Ugyanaz a helyzet, mint az előbb volt. Négyeseket nézzük. A második sorban négyest, azt csak is ide írhatunk. Négyest. Ebben a négyzetben négyest csak ideírhatok. Több négyest egyelőre nem tudunk beírni. Ötös. Hát ez nem megy. Sehova sem még egyelőre. Hatos nézzük. Hatost azt
Sehova nem tudunk még beírni, annyit megjegyezhetünk, hogy ebben az utolsó oszlopban hatos csak ide is ide írhatunk be, ebbe a három mezőbe. Tehát nem írhatjuk sem ide, sem ide, sem ide. De még mindig marad itt három mező sajnos. Nézzük a heteseket. Heteseknél ez a két mező kiesik a hetesek közül, hetesek lehetőségei közül, mert ebben az oszlopban ide föntre kell beírni valamelyik mezőben a hetest, az teljesen világos. De még mindig három lehetőség a hetes számára ebben a kis négyzetben, vagy akár ebben az oszlopban is. Nézzük a nyolcasokat. Ebben a kis négyzetben 8-as csak ide írhatok. Több 8-ast egyelőre nem bírok beírni, nézzük a 9-eseket. Nem tudom eldönteni, hogy hova írjam. 1-eseknél ugyanaz a helyzet. 2-eseknél ugyanaz a helyzet. 3-asoknál szintén. 4-eseknél szintén, megjelzve azt, hogy ide is ide nem írható, de még akkor is marad két hely itt. 5-ösök nem mennek, 6-osok ugyanaz a helyzet, mint az előbb volt, 7-esek nem mennek sajnos. Egyszerűsítést annyit tudunk tenni maximum, hogy innen kitörölhetjük ezeket a sárga színeket, tehát 7-es csak ide, ide és ide írhatunk. 8-asok nem tudjuk eldönteni, 9-esek nem tudjuk eldönteni, hogy hova írjuk. 1-eseket nem tudjuk eldönteni, 2-eseket nem tudjuk eldönteni, és akkor ezzel azt hiszem körbe is értünk. Tehát ezzel a módszerrel tovább lépni már nem tudunk. Ilyenkor előveszünk egy másik módszert, ami ugye munkásabb, de néha az is célra vezető tud lenni. Ez pedig az, hogy megnézzük, hogy hova, melyik mezőbe milyen számokat lehet beírnunk. És azonnal látjuk is, hogy ez célra vezető ez a módszer, mert ebbe a kijelölt mezőbe csak az 1-es számot lehet beírni. Ugye ez nyilvánvalóan úgy működik valahogy, ez a rész, hogy megnézzük, hogy mi hiányzik ebből az oszlopból itt. Ez a négy mező hiányzik, igen. És itt szerepel az 1, a 6, 7, meg a 3. 1, 3, 6, 7 írható akkor ide be. Eredetileg mind a négy mezőbe. 1, 3, 6, 7. Igen ám, de ha most megnézzük ezt a sort itt, akkor látszik, hogy itt szerepel a 6-os, a 3-as, meg a 7-es, tehát innen kiesik a 3-as is, a 6-os is, meg a 7-es is. Maradt tehát ide az egyetlen egy szám, az pedig az 1-es. Tehát ide valóban az 1-es lehet beírni. Ez a része a programnak egyébként úgy működik, hogy megnézi konkrétan, hogy milyen számok írhatók be ebbe a mezőbe, vagy akár ebbe itt. De először is végig megy a oszlopon, és akkor látja azonnal, hogy nem írható be 1, 7, 2, 8. Ezek itt kiesnek tehát. Aztán, ha megnézzük a sorokat, ezt a sort itt, akkor látszik azonnal, hogy nem írható be a 3, a 6, és persze a 7 sem, de hát az már csak azért sem írható be, mert az benne van ebben a kis nézetben. Tehát pedig végigmegy egy ilyen kis, ezen a kis nézeten, nevezetesen abban, amelyikben a kívánt mező benne van, mondjuk ez, és akkor megnézi, hogy ebben esetleg valamelyik szám az eddig ki lehetőségek közül kiesik-e. És akkor végén kiderül, hogy ebbe a mezőbe csak az 5 és a 9 írható be. Ugyanúgy, mint ahogyan ide már csak is az 1-es írható be, hiszen, mint azt láttuk az előbb, a
3, a 6 és a 7 innen, mint lehetőség, kiesik. Tehát ide valóban csak az 1-est írhatjuk a 7-es mellé. Ez a mező tehát itt 1 lesz. Nézzük tovább. Hármasnál járunk. Négyes nem írható be. Csak annyit tudom állapítani, hogy ez meg ez gyakorlatilag nem lehet négyes, de akkor még mindig ide is, meg ide is beírhatom a négyest. Megyünk az ötösökre. Hát sajnos itt olyan sok a lehetőség még, hogy csak innen tudjuk eltávolítani az ötösöket, ebből és ebből a mezőből. Hatosokat nézzük. Itt ugyanaz a helyzet, ami még az előbb is volt, tehát 6-os az csak ide, ide, ide írható, tehát nem írható sem ide, sem ide, sem ide. Csak ebbe a három mezőbe, de hát sajnos ez még mindig kevés. Nézzük a 7-eseket. Csak innen tudom eltávolítani a 7-esek lehetőségét, de még mindig marad itt 3, ebben a kis négyzetben. Mint hogy itt is 3. Hát itt meg gyakorlatilag sehonnan sem tudom eltávolítani a 7-eseket. Tehát itt összesen 6 helyre írhatok még 7-est. Nézzük a 8-asokat. Sajnos azokat nem tudom csökkenteni. 9-eseket nézzük. Azokat sem tudom csökkenteni. 1-eseket nézzük. Ide beírhatok 1-1-est. Meg ide is beírhatok 1-1-est ebbe a kis négyzetbe. Ez kizárja innen és innen. De gondolkozhatunk úgy is, és akkor már csak ebbe a kis nézetbe csak ideírhatok 1-es, de gondolkozhatunk úgy is, hogy ebben a sorban már csak az egy mező szabad az 1-es számára. Ebben a kis nézetben pedig csak ez az egy mező szabad az 1-es számára. És akkor most az 1-es volt az utolsó szám, amit beírtunk, ezt megjegyezzük, megyünk tovább. 2-esek. Ide 2-est írhatunk be, és akkor innentől kezdve már a 2-est kell megjegyeznünk, mert az volt az utolsó szám, amit beírtunk ebbe a sorba. Csak ide írhatok 2-est, ez tehát itt 2 lesz. Több 2-est sajnos egyelőre nem bírunk, tehát 2-es volt az utolsó szám, amit beírtunk. 3-asnál csak ezt az egymezőt tudjuk kizárni, nem tudunk tovább. 4-esnél csak ide írhatunk 4-est ebben a kis négyzetben. Innentől kezdve most már a 4-est kell megjegyeznünk, ebben a kis négyzetben pedig itt szerepelhet csak a 4-es. Jó, a 4-es még nem jegyezzük meg, mert most már látjuk azt, hogy ebben a kis négyzetben még ide egyértelmű, hogy mit fogok majd tudni beírni. Tehát addig, amíg ezt ki nem töltjük, addig biztos, hogy nem érdemes új számot megjegyeznünk. Ide csak az 5-öst írhatjuk be. Ebben a kis négyzetben. Akkor ide már nem írhatunk 5-öst, csak ide és ide. Viszont ebben az oszlopban csak is ide írhatjuk most már az 5-öst. Több 5-öst egyelőre nem bírunk beírni, tehát most 5 volt az utolsó szám, amit beírtunk. Ide a 6-ost írhatjuk be, az egyértelmű most már, hiszen ebben a négyzetben csak az egy szám hiányzik. Akkor most már ebben a négyzetben írhatom csak ide a 6-ost. Ebben a négyzetben meg csak ide írhatom a 6-ost. Még mindig fogok majd tudni kitölteni mezőt, ezt itt. Több 6-ost egyre nem bírok beírni, nézzük akkor tovább. Ide a 7-eseket. Egyikét tudom beírni, és több 7-est ezzel nem is bírok kitölteni, 7-es volt az utolsó, amit beírtam. 8-est nem bírok beírni, 9-est nem bírok beírni, 1-et sem. 1-est nem bírok, 2-est nem bírok, 3-ast nem bírok, 4-est nem bírok, 5-est nem bírok. 6-ost nem bírok, 7-est
Nem bírok, és ezzel körbe is értem, sajnos ez a módszer itt újból lehalt. És akkor most megint elő kell venni a másik módszerünket, meg kell nézni, milyen lehetőségeink vannak a különböző mezőkben. És azt kell mondjuk, sajnos most olyan mezőt nem találunk, mint az előbb, ahova tudnélik csak egy számot tudtunk beírni. Na most ilyenkor azt tudjuk csinálni, hogy elkezdünk keresgélni párokat, triókat, illetve négyeseket. A sorokban, az oszlopokban, illetve a négyzetekben, a kis négyzetekben. Most itt találunk hármas, de ezzel sajnos nem tudunk semmilyen egyszerűsítéssel élni, mert a többi mező ebben a sorban végig ki van töltve. Itt igazándiból nem találunk semmit ebben a sorban. Következő sorban viszont találunk itt egy 5-7 párt, és itt mind szintén megismétlődik az 5-7 pár, tehát gyakorlatilag az 5 és a 7 pár miatt az 5-ös és a 7-es csak ezen mezők valamelyikében szerepelhet. Ha itt van ugyanis az 5-ös ebben a mezőben, akkor itt már nem lehet csak a 7-es. Ha pedig itt van a 7-es, akkor itt nem lehet a 7-es, tehát akkor itt van az 5-ös. Ez azt jelenti, hogy a másik két mezőben, ebben a sorban, tehát ebben a mezőben, és ebben a mezőben már nem szerepelhet sem az 5, sem a 7. Kitörölhetjük onnan őket. Illetve innen csak az 5-öst tudjuk kitörölni, de még mindig marad sajnos itt két mező, a 3 és a 9. Nézzük a következő sort. Itt viszont találunk egy 5-9 párt, itt, illetve itt. Ez azt jelenti, hogy az 5-ös az már csak vagy itt szerepelhet, mint ahogy a 9-es is vagy itt szerepelhet. Tehát ez azt is jelenti egyben, hogy a többi mezőben nem szerepelhet sem az 5, sem a 9. És ez nekünk elég is lesz pontosan, mert például ebben a mezőben itt nem lehet az 5-ös. Ezt tehát innen nyugodtan kitörölhetjük, és akkor most már innentől kezdve világos, hogy ebbe az egy mezőbe a 6-os mellé csak a 8-ast írhatom be. Ide. A 7-es. Mi járunk ugye, viszont a 7-esnél több mezőt nem tudunk kitölteni, mehetünk a 8-osokra akkor, amit éppen most írtunk be egyet, és ez nekünk jó is, mert ez azt jelenti, hogy egyetlen egy helyre írhatjuk a maradék egy darab 8-osunkat, az pedig ez lesz itt. 9-eseket nézzük, nem tudunk kitölteni 9-est, 1-esek nem tudunk kitölteni, 2-est nem tudunk, 3-ost nem tudunk, 4-est nem tudunk, 5-öst nem tudunk, 6-ost viszont igen, ebben a kis négyzetben ugyanis egyetlen egy helyre írhatjuk a 6-ost, és pedig ide. Ettől kezdve viszont ebben a kis négyzetben írhatjuk csak ide, és akkor ezzel meg is van az összes 6-osunk, mert még ebbe a négyzetbe is be kell írnunk ide egy 6-ost, és erre az egy helyre írhatjuk csak az utolsó 6-osunkat. Nézzük a 7-eseket. Azt sajnos még mindig nem tudunk kitölteni. Nézzük a 8-osokat. Megvannak 9-esek. Nem tudjuk eldönteni még. 1-esek megvannak, 2-eseket nem tudjuk eldönteni. 3-osokat nézzük. Ebben az oszlopban, az 5. oszlopban, vagy a 8. sorban egyedül ideírhatunk be 3-ost. Ez tehát itt 3 lesz. Ebben a kis négyzetben, az utolsó oszlopban, mert csak ideírhatunk már 3-ast. És ez nagyon jó, mert még itt akkor egy mezőt legalább biztos ki tudunk tölteni ebben a 3x3-as négyzetben, vagy az utolsó oszlopban.
négyeseket nézzük, ebben a sorban, hetedik sorban, négyest csak ide írhatok, és a hatodik sorban négyest csak ide írhatok most már. Az utolsó sorban, a második kis négyzetben egyedül ideírhatok be 6-5-öst. Ez tehát itt 5-ös lesz. Több 5-öst nem bírok kitölteni. 6-os, megvan, 7-es. Ebben az oszlopban, az ötödik oszlopban egyetlen egy helyre írhatunk be 7-est, ide. Ebben a kis négyzetben, vagy ebben az oszlopban, vagy ebben a sorban egyedül egy helyre írhatok már 7-est, ide. Több 7-est egyelőre nem bírok kitölteni. 8-osok megvannak, 9-esek. Na, ebben a kis négyzetben 9-est már csak ideírhatok. Itt pedig ebben a kis négyzetben csak ideírhatok már 9-est. Ebben a kis négyzetben pedig csak ideírhatok már 9-est. És akkor ezzel az összes 9-esünk is megvan. 1-es megvan, ugye? 2-es. Ebben a kis négyzetben csak ideírhatok 2-est. Ebben a kis négyzetben pedig csak ideírhatok most már 2-est. Úgy néz ki, hogy most már végig tudunk menni. 3-ast ebben a kis négyzetben csak ideírhatok most már, és ebben a kis négyzetben pedig csak ideírhatok most már a 3-ast. 4-es, megvan, 5-ös. Ebben a kis négyzetben csak ideírhatok 5-öst. Ebben a kis négyzetben most már ide nem, vagy ez miatt, maradt tehát ez. Ide sem írhatom a most beírt miatt, és ebben a kis négyzetben 5-öst már csak ide írhatok. Ebben a kis négyzetben pedig csak ide írhatok most már 5-öst. És akkor itt alul látszik most már, hogy egyedül 7-es hiányzik, méghozzá 3 darab, tehát megyünk a 7-esekre, igen, itt is van a 3 darab 7-esünk, tehát ide jön egy 7-es, most már csak 2 marad, ide jön egy másik 7-es, most már csak 1 marad, és akkor ide jön az utolsó 7-es, és akkor ezzel kész is vagyunk. Ezzel ezt a sudokut megoldottuk, ennek a megoldása tehát így néz ki.